Erős van a mi Istenünk, áldás békesség, dicsértesség az Úr Jézus Krisztus, jó napot kívánok, Lóczi Tibor vagyok, Magyarország Evangélikus Egyház missziói lelkésze a Gömöri régióban. A mi segítségünk az Úrtól van, aki teremtette a mennyet és a földet, az ő szent nevének legyen dicséret, dicsőség és háládás, most és mindörökké. Amen. Egy éneket szeretnék elénekelni, imádságként. Kelj fel lelkem, énekel, Úrunk, dicséretét. Szólj ő róla, dalra gyúlva, magasztald nevét. Üdvösségem, békességem és reménységem. Alkotom vagy, támaszom, benned bízik lelkem. Uram, hálát adok neked, kinyújtottad kezed, és megragadtál, és magadhoz vontál, bennem élsz, és boldoggá teszel. Betöltesz tüzeddel, hogy veled éljek, és uralkodjak örökké. És lássam arcod örökké. A mai ige Ezékiel próféta könyvéből, már a második fejezetből. Ez az ige akkor szólt hozzá, amikor egy súlyos baleset után tolószékben ültem, ezelőtt 15 évvel, és nem nagyon tudtam, hogy van-e folytatás, van-e lehetőség az életre. Ezt mondta nekem. Emberfia, állj a lábadra, beszélni akarok veled. Miközben beszélt, lélek áradt belém, talpra állított, én pedig hallottam, hogy beszél hozzám. Ezt mondta nekem. Emberfia, elküldelek téged Izrael fiaihoz, a lázadó néphez, amely fellázadt ellenem. Hűtlenek voltak hozzám ők is, őseik is, egészen a mai napig. A makacs és konok szívű fiakhoz küldelek. Mondd nekik, így szól az én uram az Úr. Akar hallgatnak rá, akar nem törődnek vele, hiszen engedetlen népez. Majd megtudják, hogy proféta volt közöttük. Te pedig emberfia, ne félj tőlük, beszédüktől se félj, ha csalán és tövis szurkál is téged, ha skorpiók közt ülsz is, akkor se félj beszédüktől. Ne rettegj tőlük, hiszen engedetlen népez. Hirdesd nekik az én igéimet, akar hallgatnak rá, akar nem törődnek vele. Hiszen engedetlen nép ez. Ott ültem a tolókocsiban, és ezt mondta nekem. Kedves testvérem, kedves hallgatóm, beszélő Urunk van. Isten beszél, és szava teremtő, gyógyító, nem változó örök. Nem tudom, ismeritek-e Nik Vujicic testvért, aki kezek és lábak nélkül született, csak csonkjai vannak, végtag csonkjai. Őtőle olvastam egyszer a következő mondatot. El kellett döntenem, hogy haragszom Istenre azért, amim nincs, vagy hálát adok neki azért, amim van. Ott a tolószékben ülve is tudtam, hogy ő szólt. Tudtam, hogy élő, hatalmas Istenünk van. Azt nem értettem inkább, miért nehezedett rám a keze. Miért történnek ezek az események velem? Akkor még nem tudtam, hogy hiába próbálunk a nehézségekből elfutni, hogy nincs hova menekülni Isten elől, és hogy a Biblia szerint Isten tud fenyíteni, sok-sok nehézséget adni. Most már tudom. De azt is tudom, hogy Isten keze erős a szabadításra, a megmentésre, a gyógyításra is. Meg tud tartani a nehézségek a kísértések között. Ezért keres, és ezért beszél hozzád, hogy megtartson. Tanítani akar, hogy ne járja világ útján, és azt akarja elmondani, hogy ma igenis találkozhatsz vele, mert Jézus megszületett erre a világra. Megszaggatta az eget, lejött erre a földre, hogy találkozhasson az emberrel. Ő a testélet, ige, az ő szava hatalom. És ez a teremtő szó szólítja meg például a Bibliában Pál apostolt, ahogy a Krisztus híveket üldözi a damaszkuszi úton.
De kelj fel és állj a lábadra, mert azért jelentem meg neked, hogy szolgálmat tegyelek, hogy tanúbizonságot tegyél arról, amiket láttál, és arról, amit ezután fogok neked magamról kijelenteni. Megoltalmazlak e néptől és a pogányoktól, akikhez küldelek. Azért küldelek el, hogy nyisd meg a szemüket, hogy a sötétségből a világosságra, és a sátán hatalmából az Istenhez térjenek, hogy az én bennem való hitáltal megkapják bűneik bocsánatát, és örökséget nyerjenek azok között, akik megszenteltettek. Hallat adok, hogy meghallottam a hangját. Hallottam, hogy beszél. Jézus mondja, bizony-bizony mondom nektek, aki hallja az én igémet, és hisz abban, aki elküldött engem, annak örök élete van. Sőt, ítéletre sem megy, hanem átment a halálból az életbe. Nem csak talpra állított, szolgálatba is küldött. Hirdesd az igémet. Kedves hallgatóm, nincs nagyobb öröm, mint az Istennek szolgálni, aki lábra állított bűneimből, nyomorúságomból. Egyszülött fia meghalt értem a kereszten, és feltámadott, hogy életem, örök életem legyen. A kereszt titka az, hogy Jézusért igaznak fogad el a Szent Isten. Mert úgy szerette Isten ezt a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne veszem, hanem örök élete legyen. Amen.